magvető példázata, de hiszem, hogy Isten ezáltal is akar számunkra üzenetet adni. Tehát Lukács Evangélium a 8. fejezet 4. versétől fennállva hallgassuk az igét. Amikor nagy sokaság gyűlt össze, azok közül is, akik városról városra csatlakoztak hozzá, ezt mondta nekik példázatban. Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a sziklás földre esett, és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett százszoros termést hozott, majd emelt hangon hozzátette, akinek van füle a hallása hallja. Ekkor megkérdezték Tőle tanítványai, hogy mit jelent ez a példázat. Ő pedig ezt mondta. Nektek megadatot, hogy értsétek az Isten országa titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. A példázat pedig ezt jelenti, a maga az Isten igéje, akinél az útférre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög és kiragadja szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Akiknél a sziklás földre esett, azok amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak akiknél a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de amikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfolytják azt, és nem érlelnek termést. Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal imádkozzunk. Köszönjük Istenünk a te tanításodat, ami nagyon érthető, de mégis olyan nehéz talán megvalósítani, megélni az életünkbe. Köszönjük, hogy ismerhetjük ezt a példázatot, talán már gyerekkorunktól fogva hallottuk, de segíts Urunk, hogy tudjuk meg is élni, és legyen a mi életünk, a mi szívünk olyan jó talaj, ahová a te igéd, amikor behullik, akkor sok termést hoz a te dicsőségedre. Segíts bennünket most így hallgatni a te igédet, és ahogyan te az akkori hallgatóidra rászóltál, hogy akinek van füle a hallásra hallja, úgy szeretnénk Istenünk mi is most hallani azt, hogy te mit szólsz hozzánk, mit szólsz ehhez a gyülekezethez. Amen. Foglaljunk helyet. Tehát a Baptista Világszövetség vasárnapja van a mai napon, és talán a testvérek is tudják, de azért elmondom, hogy Körülbelül 200 országban vannak baptisták a világon, és a jelenlegi statisztika szerint körülbelül 48 milliónyi baptista él a világban. Ez körülbelül majdnem 5 magyarországnyi baptista, úgyhogy rengeteg sokan vannak a világban. A legtöbben ugye az Egyesült Államokban, nagyon sokszínű a mi közösségünk. Nem is mondhatnánk azt, hogy minden baptistára ugyanaz jellemző. Vannak közös vonásaink, ilyen a, a bemerítésnek a, a, fontossága, hogy felnőtt hitvalló kerességet vallunk, és a megtérésnek a hirdetése, az Isten igéjének a tekintéje, illetve az, hogy ö, buzgók vagyunk a misszióba. Hát legalábbis ez jellemzi ö, világszerte a baptistákat. A, annak idején, amikor Európába elindult a baptiz, baptizmus a, 19. század közepén volt egy ilyen robbanásszerű növekedés, akkor volt egy Onken nevezetű prédikátor Hamburgba, akit az európai baptizmusnak, az atyának is neveznek, és rajta keresztül tértek meg azok a magyar fiatalok, akik aztán Magyarországon elindították a missziót. És az ő mondata ez volt, hogy minden baptista egy misszionárius. És valóban így is élték meg a, az elődeink a, a, az életüket, és ennek a gyümölcsei lehetünk mi is, hogy mi is valamilyen módon hallhattuk a bizonságtételüket, hallhattuk a, az ige hirdetésüket, és erre térhettünk meg. És hát újból és újból nagyon fontos számunkra, baptisták számára is, hogy, ö, hogy elővegyük és tudatosítsuk magunkba, hogy Kik is vagyunk, hogy mi az identitásunk, hogy megerősítsen bennünket az Isten abban a küldetésünkben, amire elhívott bennünket. Nem tudom, hogy ma is azt lehet-e mondani a mi közösségünkre, hogy minden baptista misszionárius, és hogy jól éljük -e ezt meg a mai világba, vagy éppenséggel szükségünk van újból talán egy lelkesedésre, újból egy felismerésre, vagy egy megújulásra ezen a területen. Én azt gondolom, hogy nem. Haszontalan újból és újból elővenni azokat az igeverseket, amik tanítanak bennünket a mi küldetésünkről. És hát ez a szakasz, amiről most olvasunk, Jézus a küldetésről beszél, arról, hogy mi a feladata a magvetőnek, és hogy milyen módon történik az a csoda, hogy valahol egy pici magból, aztán egy nagy termés növekszik, és aztán az még majd sokszorozódik is. Hát így működik az Istennek az országa. Azt látjuk a Bibliából, hogy Jézus gyakran beszélt példázatokba. Itt nagyon érdekes, hogy amikor megmagyarázza Jézus, hogy miért beszélt példázatokba, akkor ugye elővesz egy ószövetségi proféciát, és azt mondja, hogy nektek megadatot, hogy értsétek az Isten országa titkait, de a többieknek példázatokba adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek mi pontosan máshogy értenénk, hogy ugye Jézus azért beszél példázatokba, hogy, hogy, akik nem értenek, azok értsenek, akik nem hallanak, azok halljanak. Szóval nagyon érdekes, hogy Jézus viszont azt mondja, hogy ő azért beszél példázatokba, hogy mintha ilyen rejtjeles üzenet lenne, hogy vannak emberek, akik ne értsék az üzenetét. Hát ez nagyon érdekes dolog. Lehet rajta gondolkodni, hogy vajon miért rejtette így el az üzenetét. Viszont benne van az, hogy nektek megadatott az, hogy értsétek az Isten országának a, a titkait. Ez egy különleges dolog, én azt gondolom, hogy, hogy Isten megérteti azokat az igazságokat, amik szellemi igazságok. És olyan igazságok, amiket nem lehet logikával kilogikázni, talán még iskolába se lehet elsajátítani, de az Isten, ami lelkünket, ami szellemünket úgy megeleveníti, hogy ezek a igazságok, ezek, ezek érthetőek lehetnek számunkra, és életté válnak. És hát ezt kívánom én a mai napon is, hogy az Isten igazságai váljanak életté bennünk. Itt a magvetőről viszonylag keveset tudunk, hát nem írja le, hogy hány éves, hogy férfi vagy nő, vagy hogy éppensége milyen származású ember lenne, csak a foglalkozását írja le, hogy magvető. Hogyha mi a történetbe vagy ebbe a példázatba keressük magunkat, akkor azonosíthatjuk magunkat a magvetővel, és kell is, hogy azonosítsuk magunkat a magvetővel. Másrészt pedig mi vagyunk a talaj, ugye, ahová a magvető veti a magot, tehát mi egyszerre Két szerepbe is vagyunk ebben a példázatban, ezért kell, hogy lássuk mind a két szerepet. Hát milyen is a magvető? Azt gondolom, hogy ez a magvető úgy néz ki, hogy pazarló módon hirdeti vagy dobálja a magokat. Hiszen gondoljuk bele azt, hogy tulajdonképpen a magoknak csak egynegyede, hoz majd termés, hiszen a egynegyede az ilyen útférre esik, aztán köves talajra esik, aztán meg a, a tövises talajba esik. Arra gondolnánk, hogy hát ez a magvető ez nem jól végzi a munkáját, nem? Első hallásra talán így is gondolhatnánk, hogy hát jobban is csinálhatná ezt a dolgot, és hogy megkereshetné már azt a jó földet, és hogy csak oda veti azt a magot, és akkor nem kellene kárba veszni annak a sok jó magnak. Én annyira nem vagyok mezőgazdasághoz értő ember, de vannak nálam itt sokkal e, tapasztaltabb emberek ezen a területen, de azt kell látni, hogy az abban a világban egy kicsit máshogy történt a, a, ez a magvetés. Ma ugye úgy történik, de javítsatok ki testvérek, hogyha nem így van, hogy először felszántjuk a talajt, és utána elvetjük a magot. Így, így szokott lenni. Hát, biztos van. <laughs> Igen. Az ókori világban viszont ennek a fordítottja volt, tehát nem szántó vető emberek voltak, hanem vetőszántó emberek voltak. Először elhintették a magot, aztán beszántották. Elég furcsa dolog, nem? Ami azt jelenti, hogy igazából a az ember nem tudhatta, hogy mi van a földben. Tehát, mert előtte csak elszórta a magot, aztán majd utána tudta meg, mikor beleszántotta, hogy mi is van abban a földben. Tehát így értjük talán jobban ezt a példázatot. Ugyanakkor, hogy Jézus arról beszél, hogy a magvető ilyen pazarló módon teszi azt a tevékenységet, amit végez, ránk, mint mai magvetőkre azt gondolom, hogy az érvényes, hogy nekünk is ilyen pazarló módon kell hirdetni az evangéliumot. Ez a magvető tulajdonképpen nem azt nézi, hogy megéri-e oda magot, vagy nem éri meg odavetni magot, hanem csak hinti a magot. Mi lehet, hogy néha azon gondolkodunk, hogy megéri ennek az embernek bizonyságot tenni, hiszen ennek biztos olyan kemény a szíve, hogy úgyse fogja meghallgatni az evangéliumot, vagy ennek olyan tövises a talaj a szíve, hogy ennek nem éri meg hirdetni az evangéliumot. Vajon gondolkodik-e a Magvető azon, hogy milyen talajba hinti a magot. Nem gondolkodik ezen, egyszerűen hinti, mert nem tudhatja, hogy milyen, milyen lesz az a föld. Néha azon döbbenek meg, hogy azok az emberek, akikről azt gondolnám, hogy ő aztán biztosan nem lesz nyitott az Isten igényére, azt látom, hogy egyszer csak megnyílik a szíve és nyitottá válik. Láttam már ilyen csodát embereknek az élet, és aztán láttam azt is, hogy azok az emberek, akikről azt gondoltam, hogy ők aztán hú, de nyitottak, és mennyire vágyakoznak az Isten felé, hát olyan tövises, vagy olyan kőkemény volt a szívük, hogy, hogy, hogy ez később derült ki. De a magvetőnek nem dolga az, hogy ő ezt mérlegelje, hogy hová érdemes vetni, és hová nem érdemes vetni, hanem egyszerűen csak pazarló módon szórja a magokat értsük jól, hogy ez a mi feladatunk is, hogy ne azon gondolkodjuk, hogy megéri-e akár itt a faluba hinteni a magot, ha arra gondolunk, hogy hú, hát milyen kemény itt az embereknek a szíve, nem akarnak megtérni. Ennek ellenére mégis a feladatunk az, hogy vessük a magot. Aztán nagyon fontos, hogy a magvetőről, mivel más nem tudunk meg, csak annyit, hogy magvető, ez egy nagyon fontos tevékenység az életébe. Ez a Foglalkozása, ez az, ami, amihez igazán ért, és nem tudjuk, hogy máshoz érte, az, arról nem ír a Biblia. De hogy a mi életünkben is ö, sokféle foglalkozásunk lehet, lehet, hogy valaki már nyugdíjas, valaki ö, tanár, valaki közgazdász, valaki ö, mezőgazdasági munkás, de hogy alapvetően Isten úgy tekint ránk, mint, mint az ő igéjének a magvetői. És hogy magunkra is úgy kell tekintenünk, hogy ez talán az elsődleges küldetésünk a világba, hogy, hogy magvetőkké legyünk, hogy magvetőkké váljunk. És ahogy a magvető is. Ö, fejlődik abban a dologban, abban a munkájában, amit végez. Ugye a mi életünkben is szükségünk van fejlődésre, tanulásra, egyre tapasztaltabb és egyre jobbá válni ezen a területen, hogy jól végezzük ezt a szolgálatot, az evangelizáció munkáját. A magvetőnek a prototípusa, hogy mondjak ilyen ronda szót, példája vagy, vagy mintaképe, az maga Jézus volt. Hiszen, hogyha elolvasuk ennek a fejezetnek az elejét, úgy olvasuk, hogy ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette az Isten országának az evangéliumát. Tehát azt látjuk, hogy Jézus maga az igazi magvető, aki ugye hogyan végzi a magvetés szolgálatát? Hogy kimegy, és városról városra, faluról falura hirdeti az Isten országának evangéliumát. A kérdés az, hogy mi ezt csináljuk-e? Mert én úgy gondolom, hogy valószínűleg hogy nem ezt csináljuk. Mi azt csináljuk, hogy Isten tiszteleteket tartunk, és hívogatjuk az embereket, hogy gyertek el. Ezt csinálta Jézus. A magvető kiment vetni. Lehet otthon is cserébe ültetni. Ugye? Tehát az is egyfajta magvetés, ugye, hogy amikor belevetünk a cserékbe egy kis magot, aztán öntözgetjük, aztán lesz belőle valami. Ez is egy fontos küldetésünk, hogy mondjuk a mi családunk, akik itt nőnek föl a gyülekezetbe, azokat szeretgetjük, tanítgatjuk, aztán ők is megtérnek majd. A legtöbb gyülekezet ezt csinálja, hogy cserébe vet. Tehát, hogy nem megy ki csak akik ben vannak azokat, valahogy megevangelizáljuk. Nem haszontalan ez a feladat, és nem, nem lényegtelen, és nagyon lényeges dolog, és kell is azért imádkozni, hogy a gyermekeink, azok, akik itt nőnek fel, azok megismerjék az Urat. De a magvetőnek ennél több a feladata. És ezt kell, hogy az Isten a szívünkre helyezze, hogy kiment a magvető, hogy kiment. Jézus városról, városra, faluról, falura. Nem biztos, hogy nekünk ezt kell tennünk, hogy ki kell mennünk a városon kívül is, vagy a szokóján kívül is, de hát akár, ha indít minket, az Isten azt fogja mondani, hogy indítsunk egy gyülekezetet Kismaroson, vagy nem tudom, Nagyvar Nagymaroson, ott sincs gyülekezet, akkor akár ezt is megtehetjük, de, de indul-e egyáltalán a szívünk, hogy, hogy kimenjünk? Hogy ki? ahogy a magvető teszi ezt itt ebben a, a példázatban. Nagyon lényeges, hogy lássuk, hogy az evangéliumoknak a, a, az idején, vagy éppenséggel a, az új szövetség idején, hogy mennyire élt az a buzgalom az emberek szívébe, hogy megosszák az evangéliumot. Azt mondja Pálapostól az első korintusi levél 9. fejezet 16. versébe, hogy Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot! Milyen döbbenetes, nem? Hogy, hogy jaj nekem, hogyha nem hirdetem az evangéliumot. Tehát annyira Isten félelmében élte az életét, és tudta az, hogy Isten rábízta ezt a szolgálatát, és hogyha ő nem végzi, akkor, akkor talán nem végzi senki, hogy, hogy érezte ennek a, a, a terhét a szívén. Érezzük-e való vajon mi is ennek a terhét a a missziónak a terhét a szívünkön, amit, amit nem lehet csak úgy levetni a vállunkról és azt mondani, hogy ez már, csak, már nem annyira a feladatunk, hanem, hanem hogy érezzük azt, hogy mi szeretnénk, akarjuk, motiválte a szívünk arra, hogy, hogy ezt tegyük, és, és, készek legyünk az evangéliumot megosztani másokkal. Annak ellenére, hogy lehet, hogy sok kudarcba lehet részünk, és valóban, ha még mindig visszakapcsolódunk itt a magvetőnek a, a sikeressége vagy sikertelenségéhez, akkor azt láthatjuk, hogy emberi értelemben talán sikertelen volt ez a magvető, mert sokkal több volt az a mag, amit rossz helyre dobott, mint amit jó helyre dobott. Persze, ami jó helyre húlt, annak meg sokkal több lett a termése, tehát mégiscsak pozitív volt a vége ennek a szolgálatnak. De hogy értsük jól, hogy ezt az embert nem rettentette vissza a kudarc hogy, hogy vannak rossz tapasztalatai a magvetés során hogy sok kárba veszett mag volt vagy sok olyan dolog amit amit megtettem és aztán mégse hozott termést embereknek az életébe lehet hogy mi is talán ezért Bátorodunk el sokszor a, a, a missziótól, mert mert vannak ilyen rossz tapasztalataink, hogy próbálkoztam már beszélni ezzel és ezzel az emberrel, ígérte, hogy igen, érdekel, vagy nyitott vagyok, aztán azt lehetett látni, hogy aztán mégse. És aztán sokszor az ember azért elbizonytalanodik meg, talanodik az ember, hogy ha nem látja az eredményét, akkor, akkor, akkor nem is érdemes csinálni. De vegyünk példát egyrészt Jézusról. hogy vajon Jézus szolgálatának megvolt-e a látható gyümölcse, vajon az alatt a három év alatt mennyi emberrel került ő kapcsolatba, és hány és hány emberrel beszélt, hány és hány embernek tett bizonyságot, és vajon mennyi ember lett ebből az ő követője az ő élete során? Azt látjuk, hogy húsvétkor már olyan kevesen vannak, hogy az a pici, pici tanítványi kör is szerte szalad. Azt mondhatnánk, hogy hát Jézus szolgálata nem volt egy eredményes szolgálat. Persze később pünkös után ugye beérik a mag, mert akkor meg jön az aratás, és akkor, akkor több ezeren fognak megtérni, de azt kell, hogy lássuk, hogy a, az aratást azt mindig megerőzi a magvetés. Hogy nincsen aratás vetés nélkül. És a vetés és az aratás között idő tellik el. Nem azonnal, ugye milyen jó lenne, hogy elvetjük a magot, másnap meg le is aratjuk, nem? De ez nem így történik. Elvetjük, aztán esik eső, aztán reméljük, hogy nem fagy el a mag a földbe, és egyszer csak hónapokkal később majd majd megérik az a, az a termés, és le lehet aratni. Hát a lelki életben azt gondolom, hogy még lassabbak ezek a folyamatok. És hogyha elkezdünk szolgálni, akkor nem azonnal fogunk aratni, bár nagyon szeretnék hogy, hogy, hogy rögtön másnap már bemerítés is legyen. De a pünköst nem, a, nem attól csoda, hogy, hogy ott, hogy, ott, volt egy ige hirdetés, és három ezeren megtértek. És sokszor azt gondoljuk, hogy ez a, ez a, példa előttünk, hogy ha igét hirdetünk, három ezer embernek kell megtérni. De vajon miért tért meg három ezer ember? Azért, mert előtte három éven keresztül Jézus már prédikált. És ott ért be ez a mag. Ott volt az aratás. És testvérek, a mi életünkben is az, az egy fontos dolog, hogy vessünk, és talán a, a jövőnek vetünk mi. És lehet, hogy még nem is a mi életünkben fogjuk meglátni ennek a gyümölcsét. Vagy nem azonnal fogjuk meglátni. És lehet, hogy évek múltán fogjuk meglátni. De ettől függetlenül tegyük ezt a dolgot. Azt mondja az Ézsajás könyve 55. fejezete, az én igém is, amely a számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, viszi amit akarok, eléri célját, amiért küldettem. Ismerjük ezt az igét, igaz? De nagyon fontos igazságot tartalmaz, hogy az ige megteszi az ő munkáját. És higgyük el azt, hogyha egyszer beszéltünk valakinek Jézusról, az Isten igéjéről, akkor, akkor az ott, ott, van. És lehet, hogy nem most, lehet, hogy évekkel később, de elvégzi. Elvégzi. És ez már nem az én dolgom. A magvetőnek dolga-e az, hogy miután elvégezte a munkáját, hogy ő húzogassa a magból ki a, a növényt. Onnantól már rábízza arra a magra, rábízza a földre, és csak reménykedik abba, lehet, hogy imádkozik a hívő, ez a magvető, hogy hozzon termést, hogy növekedjen az a, az, a, az a kis elvetett mag. De onnantól kezdve nem tud semmit tenni ez a magvető. Testvérek, mi se tudunk más tenni, mint hirdetjük az evangéliumot, aztán rábízzuk Istenre és arra az emberre, és imádkozunk érte. Mert a csoda, az nem is a magvető ebben a példázatban, hanem a csoda az a mag. Bizonyára, akik, akik közelebb vagytok a földhöz, már értsétek jól, hogy a mezőgazdasági munkához, hát én, én tényleg csak cserébe láttam növényt gyerekkoromban, és, de annak is mindig nagyon örültem. De azért ez egy nagy csoda nem, hogy egy pici parányi magból, amikor belerakjuk a földbe, úgy, úgy egy élet lesz. És akár egy pici magból egy hatalmas fa is növekedhet. Hát nem csoda, hogy abba a pici magba benne van egy, egy óriási növény, amivé növekszik. És ez a csodája a magnak. És pontosan ezt a párhuzamot hozza Jézus, hogy a csoda itt az Isten igéje. Az, hogy az Isten igéje az egy csoda, ami meghozza a termést, és benne van ebbe a pici kezdetbe a nagy kibontakozás lehetősége hiszünk-e az Isten igéjébe. Gyakran azon gondolkodunk, hogy vajon milyen missziós módszert kellene alkalmazni, hogy a 21. századi embereket meg tudjuk szólítani, hogy el tudjuk érni, hogy, hogy megértsék az Isten üzenetét, de higgyük el azt, hogy ez a mag, ez jó. Ezt nem kell megváltoztatni. Ezt nem kell, ma ugye vannak ilyen génkezelt magok, ugye, vagy ilyen manipulált, génmanipulált magok, aztán az még jobb termést fog hozni, de az Isten igét nem kell génmanipulálni. Ez úgy, ahogy van jó és tökéletes. Hogy ez úgy, ahogy van, ezt kell hirdetni. És ma is a 21. században meggyőződésem, hogy nincs más feladatunk, mint ami 2000 évvel ezelőtt, hogy az Isten igét hirdetjük. Persze lehet, hogy más példázatokkal, más programokkal körülvéve, vagy más fajta üzenette, vagy másféle stílusba adjuk elő, de az üzenet ma is ugyanaz az Isten igéje, és csak ez az Isten igéje tud termés hozni az embereknek a szívébe, és semmi más. Ezért kell, hogy ma is az evangéliumot, az Isten igéjét hirdessük az embereknek. Nekünk nem az a feladatunk, hogy az embereknek arról beszéljük, hogy kik vagyunk mi baptisták, meg hogy mit gondolunk mi baptisták a világról. Hát ez vagy érdekli őket, vagy nem. Vagy gyakran, amikor bizonyságot teszünk, akkor el lehet vinni a beszélgetést odáig, hogy mi a különbség köztünk baptisták, meg a katolikusok között. És én is belemegyek néha ilyen beszélgetésekbe, hogy szeretnék bizonyságot tenni, és akkor rögtön már jön ez a kik a baptisták, és akkor elkezdünk erről beszélni. Holott nem erről kell nekünk beszélnünk, hanem csak az Isten igéjéről. Mert az a feladatunk, hogy a magvető az igét hinti. Nem kultúrát, nem semmi mást, hanem csak az igét. Ez kell tennünk. Aztán fontos látnunk, hogy mi is történik ezzel a maggal, és innentől kezdve tényleg már nem a magvetőnek a, a dolga vagy feladata, hogy mi történik a maggal, hanem hanem ez innentől már az Istennek a dolga. De hogy itt meg kell, hogy lássuk egy másik fajta szerepet is, hogy néha mi vagyunk az Ige hallgatói szerepbe. Hát most például, hogy itt vagyunk az imaházba, most én vagyok egy picit a magvető, és ti vagytok a talaj, és nem mindegy az se, hogy, hogy, hogy a mi életünkbe milyen termést hoz az Isten igéje. Hiszen hogyan tudnánk mi magunk magvetővé válni, hogyha mi magunk nem vagyunk jó igehallgatók. Hát hiszen hogyan tudnánk beszélni az igéről, hogyha én magam nem vagyok nyitott az Isten igényére, nem vagyok nyitott a tanításra. Ö, olyan könnyű azt mondani, hogy mi hívő embereknek mindig tökéletesen jó talaj a szívünk. De hogy ez így van-e? Minden pillanatban, és minden Isten tisztelettel úgy vagyunk itt, mint akik éhezik és szomju az Isten igazságát, és alig várják már, hogy szóljon az Ige. Őszintén be kell vallanunk, hogy, hogy azért néha mi, mit, mi is tudunk rossz talaj lenni. Hogy néha mi is ö, ilyen tövises talaj vagyunk, vagy néha mi is ö, ilyen ö, köves talaj vagyunk, és néha útférre esik a mag amikor hirdeti valaki az igét. És lehet, hogy ott sokszor azt gondoljuk, hogy hát a baj az ige hirdetővel van, most unalmas volt, most hosszú volt, most nem tudom mi volt, most nem tudtam figyelni, és néha őszinte vagyok, tényleg baj van az ige hirdetőkkel, és velem is lehet baj, és hogy én is lehet, hogy elkalandozok, vagy rosszul beszélek, de higgyük el, hogy, hogy az ige akkor is csak az ige. Hogy legtöbbször, hogyha nem szól hozzám az ige egy Isten tiszteleten, akkor, akkor lehet, hogy velem van a baj. És akkor magamat kell talán megvizsgálnom, hogy vajon miért nem kaptam ezen az Isten tiszteleten, vagy miért nem tudott engem megérinteni az Isten igéje. Mert lehet, hogy az én szívemmel történt valami, és, és akkor ezen kell dolgoznom ez megint csak egy nagyon nehéz dolog, hogy igen hirdetőként az ember most körülnéz, és azt látja, hogy mindenki ilyen tágra nyílt szemekkel figyel, de azt is észrevettem, hogy ez is ilyen csalóka dolog. Mert vannak, voltak egy gyülekezet például, a teológusként szolgáltam ott, és volt egy bácsika, aki minden Isten tiszteleten, amikor elkezdtem prédikálni, abba a pillanatban bealudt. Hát ezt nem nem, 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 tudtam ezt megérteni. de mint ilyen reflexzerű lett volna. Aztán persze kiderült, hogy ilyen éjszakai műszakban dolgozik a testvér, és akkor hát az imaházban mindig meleg volt, ugye, és akkor ugye beült, és akkor ugye, elnyomta az álom. És akkor hát persze az ember csak azt gondolja, hogy hát ez aztán totál rossz talaj, tehát hogy neki aztán teljesen fölösleges prédikálni, mert hát úgyis alszik. Tehát, és a, de az ámmerre mindig fölébredt, tehát hogy érdekes volt. De ami meglepett, hogy ez a bácsi viszont, amikor imádkozott, annyira tudta, hogy miről prédikálok, hogy ő, szóval álmába is tudta hallgatni az igét. És aztán mégis azt kellett látni, hogy, hogy én azt gondoltam, hogy nála nem ért célba az ige hirdetés, és aztán mégis. És aztán lehet látni az, hogy vannak azok az emberek, akik ugyan tényleg van egy ige hirdető arcunk, vagy ige hirdetés hallgató arcunk. Ezt így megtanuljuk egyébként baptisták, hogy hogyan kell ige hirdetést végigülni. Nem? Ezt lehet, hogy egymást is tanuljuk. Beülünk, és... Itt, -e? itt a fókusz itt körülbelül, itt másfél, így egy méterre magunk előtt, és ilyen félálomszerű, de úgy néz ki, mintha figyelnénk. Nem, nem, szoktunk ilyen állapotban lenni? Beszél, 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 és lehet, hogy észre se vesszük, hogy miről beszél. Ez is lehet egy, egy, olyan dolog, amikor látszólag ott vagyunk, de lélekben egészen máshol vagyunk. Mert az, a közben is azon gondolkodunk, hogy na, föltettem a húslevest, lehúztam-e, nem húztam le, mikor lesz vége, hazamegyek, ha akkor mit tudom. Szóval értitek? Nem fordult velünk elő az, hogy ige hirdetés közben egészen máshol jártunk. Velem már igen, úgyhogy lehet, hogy én vagyok csak egyedül a, az, az ilyen bűnös ember, de hogy előfordul velünk. És ez is azt mutatja, hogy, hogy igenis ez az igen nem csak arról szól, hogy mi, mint magvetők, hogyan csináljuk a dolgokat, hanem hogy, hogy, hogy néha mi, mi is tudunk olyan gyarló emberek lenni, hogy, hogy rajtunk is dolgozni kell az Istennek azon, hogy, hogy a mi szívünk is jó talajjá váljon. Mit olvasunk? Az első hely, ahová esik a mag, az rögtön az útférre esik. És rögtön ugye Jézus meg is magyarázza, hogy jönnek azonnal az égi madarak, egyrészt vannak, akik beletapossák a földbe ezt a mag, vagy rátaposnak az útférre, aztán jönnek a madarak, fölcsipkedik ezt a, ezt a magot, nem fog hozni termést. Rögtön meg is magyarázza Jézus, hogy jön az ördög, és kikapkodja a szívből a magokat milyen gyakran történik ez velünk, nem? Hogy eljövünk az Isten tiszteletre, és lehet, hogy mikor már odaérünk az ajtóhoz, már akkor se tudjuk azt, hogy igazából miről is volt szó. Mit is akart ma az Isten üzenni nekünk? Már mielőtt kiértünk volna, már kikapkodta a szívünkből a magot. És lehet, hogy vagy szerdán megkérdezzük, hogy miről volt szó prédikát, most persze most biztos fogunk emlékezni, mert most mondtam, hogy szerdán majd megkérdezem, de, de hogyha néhányszor rákérdeznénk arra hétközben, hogy miről volt szó vasárnap, sokat kellene gondolkodni, hogy tényleg mi is volt, vagy volt egyáltalán Isten tisztelet, vagy értjük, hogy a mi szívünkből is ki, ki akarja kapni a, az igét az ördög. És nagyon gyakran ezt meg is tudja tenni amikor nincs, nem vagyunk itt, nem figyelünk, amikor a figyelem az egy erős koncentrálás. Az egy, a figyelem az egy fizikai munka, egy, egy, befektetés, egy olyan dolog, ami, ami nem megy magától. Ezt lehet látni, hogy az iskolában, amikor tanít az ember, akkor mennyire nehéz a figyelmet fenntartani a gyerekeknél, mert rögtön azonnal minden felé jár a, 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 gondolatuk, meg, meg mindenhová futkároznának. Milyen nehéz az, hogy, hogy figyelek. Nem engedem, hogy most bárhová is menjen a gondolatom, én, én akarom, hogy ma az Isten nekem szóljon, és nem engedem, hogy az ördög kivegye a szívemből a magot. Ez az első talaj. A második talaj azt mondja, hogy a, oda esik a, a tövisek közé, amik megfolytják, és itt arról beszél, hogy itt az életnek a gondjai, és a megélhetésnek a gondjai, vagy az életnek az örömei azok, amik meg tudják folytani az igét az életünkbe. És valóban az élet nehéz, ami körülvesz bennünket. Még nem a mennyországban élünk, bár vágyakozunk, hogy ott legyünk. De az életünk tele van nehézségekkel, lehetnek ezek betegségek, és ezek mind-mind lehetnek olyan, terhek a szívünkön, amik megakadályozzák azt, hogy, hogy, most az igére figyeljünk. Mert, mert ezek, gondol, ezek lehet, hogy aggodalmaskodunk, hogy meggyógyulok, nem gyógyulok, mi lesz a jövőbe, hogy lesz, és már ez, ez, a dolog fogja megfojtani az igét a szívembe. Vagy valakinek a megélhetés gondjai. hát milyen rossz az, hogyha Isten tisztelet alatt is azon gondolkodok, hogy be tudom-e fizetni majd a csekkjeimet, és hogy lesz-e majd mit adnom a gyermekeimnek, hogy hogyan fogom fizetni majd a hiteleimet. Megfolytja az igét. Éppen most ifjúsági órán tanítok, vagy tanítunk a pénzkezelésről, és az egyik ilyen dolog, amiről beszélgettünk, az a hitel kérdése volt, és én arról tanítottam, vagy azt mondtam, hogy szerintem a hitel, és azt tanítja a Biblia, hogy ez egy, az egy nagy teher az ember életén, mert hogy, 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 az ember hosszú távon úgy elkötelezi magát, hogy nem tudja, hogy mi lesz majd a jövőbe. És hogy ez egy olyan teher embereknek az életébe, ami, ami megkötözi az embert. Egyik gyülekezetben volt egy család, ahol felvette ki a lakáshitelt, és még ez ilyen svájci frankos hitel volt, aztán bedölt ugye a hitelük, és már olyan magasak voltak a, a, a számlák, amiket fizetni kellett, hogy már több volt a kiadásuk egy hónapban, mint a bevételük. És minden héten láttam ezt a családot az Isten tiszteleten, olyan összetörve és annyira magukba roskadva, hogy láttam, hogy teljesen le vannak így, 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 kötözve az életük. Ők nem voltak képesek arra, hogy Isten dicsőítsék, hogy imádkozzanak, mert csak ez a teher folytotta meg az igét az életükbe. Ez egy csapda. És persze sok más csapda lehet az ember életébe, ami odáig vezet, hogy, hogy megfolytja az igét. És persze lehet az élet örömei is, ugye? Tehát arról beszél az ige, hogy nem csak a negatív dolgok, a pozitív dolgok is megfolythatják az igét. Amikor az élet örömei, a mit tudom én, a, 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 amikor ennek él az ember, és az se az is egy rossz talajt ez az én szívembe. Aztán ott vannak a, a köves talaj, amikor azt mondja, hogy először ö, jól reagál ez a mag, elkezd növekedni ez a mag. De aztán jönnek a megpróbáltatások, az üldözések, és elhal ez a mag. Vannak ilyen olyan emberek, akik így nagyon pozitívan reagálnak az ige hirdetésre, és ezt mindig örülünk neki, főleg ilyen konferenciákon szokott ilyen előrehívásos, megtéréses dolog, és gyakran ige hirdetők ezt így nagyon pozitívan éljük meg, mikor sok ember előre jön. És aztán kellett látnom és megtanulnom, hogy, hogy, hogy ez nem biztos, hogy ez, a, ez, az eredménye az ige hirdetésnek. Mert nagyon sokan, egyébként egyik gyülekezetben láttam, hogy mikor ilyen valamilyen megtérés vagy döntése hívás volt, mindig ugyanazok az emberek döntöttek. Hát előtte való héten is megtért, már megint megtért. Mert azért, mert lehet, hogy van egy ilyen, tényleg ilyen érzelmi felindulás az emberbe, és hallja az igét, és akkor rögtön, ú, én csinálom, meg megteszem, és hú, de fantasztikus. De hamar alább hagy a lelkesedés. Mert ez csak az érzelmi lelkesedés volt. És nem volt mögötte igazán a hitnek a, és a jellemnek az, a, a kérdése. Lehet ilyen is az életünk, hogy, hogy így fellángolunk, így hirtelen, és akkor, de nem hosszú távon nem vagyunk kitartóak, nem visszük véghez azt, amit elhatározunk. Tehát ez is egy rossz talaj. És aztán végén ugye a jó talaj, ami azt mondja, hogy jó földbe esik, és ott sok termést hoz. És olyan kívánatos lenne, hogyha ilyen lenne az én szívem, vagy a mi szívünk is, hogy otthon, amikor csendességben vagyunk, olvasuk az igét, akkor az úgy jó talajba húlnak. És a hozna termést. És az a termés az már másnak az életére hoz áldást, hiszen az már, az már tovább megy, azt új életet fog teremni, amiről szó volt tulajdonképpen az imaórában is, hogy áldássá lenni. Az az ember tud áldássá lenni mások számára, akinek az élete jó talaj, a szíve jó talaj. Mert ott fog majd termést hozni, és ott lesz majd valami, amit majd tovább tudok adni mások számára. Még egy valami, ami ebből az igéből van. Két szinten folyik ez a tanítás. Az első szinten Jézus elmondja a prédikációt, a példázatot, és utána elmennek az emberek. De ott vannak a tanítványok, és oda mennek Jézushoz, és megkérdezik, hogy mit jelentett ez, amit most mondtál? Mire tanít ez bennünket? Szerintem vannak olyan ige hallgatók, amik, akik elhangzik egy prédikáció, meghallgattuk, elmegyünk. Majd vagy megértjük, vagy nem, majd lehet, hogy gondolkodunk, vagy nem gondolkodunk rajta. Viszont vannak emberek, akik többet akarnak tudni. És itt ebbe a történetbe számomra ez a szimpatikus a tanítványokba, hogy nem mennek el utána a tanítás után, hanem Jézus, itt még most ezt nem értettük. Most magyaráz meg nekünk ezt még jobban van-e ilyen a szívünkbe ilyen vágy, hogy hallgatunk egy prédikációt, vasárnapos, nem biztos, hogy az Isten tisztet után kell ezt csinálni, de hogy akarunk erről még többet, hogy beszéljünk róla, beszélgessünk róla. Akár otthon a családba, ebéd után összeülni, hogy most ez mit is mondott ez a lelkész ma, hogy hogyan értsük ezt a mi életünkre. Ezt látom ezekben a tanítványokban, hogy ők, ők még egy szinttel tovább akartak lépni az ige megértésbe. Hogy még jobban magukévá akarták tenni az igét. Hát testvérek, két dologot kívánok, és két dologért imádkozhatunk. Az egyik dolog, hogy legyünk mi jó talaj Isten számára. Hogy a mi szívünk az tényleg olyan hely legyen, ahová az Isten, mikor szólja az igét, akkor, akkor az jó termést hozhasson, és ne kapkodja ki az ördög, és ne nyomja el az életnek a gondja az életünkbe. És másrészt pedig, hogy legyünk jó magvetők, olyanok, akik, akik mások felé is hintik az igét. Néhányan, akiket Isten lelke indít, imádkozzunk, és készüljünk már az úrvacsorai közösségre is.